Nagyon vonzó és egészséges divattá kezd válni a hibridekkel való autózás Magyarországon is. Egyre több márka állít csatasorba ilyen modellt, de a Prímet még mindig a Toyota viszi az évtizedek során kifejlesztett, tökéletesített Priusszal. Ennek továbbfejlesztett, már akár otthoni konnektorról is tölthető változatát volt alkalmunk kipróbálni néhány nap erejéig. Alapvetően itt is az 1.8-as 99 lóerős benzinmotor viszi az autót, főként autópályán vagy hosszabb utakon, de a városi használhatóságban és környezetkímélésben nagy segítség a már 80 lóerős teljesítményre képes és, ami a lényeg, hosszabban akcióképes villanymotor. Ez az újabb konstrukció a korábbi néhány kilométer helyett már 15-20 kilométernyi tisztán elektromos üzemmódra is képes. De lényege mégsem ez, hanem hogy a csúcsforgalomban történő araszoláskor, illetve a piros lámpánál állva egyáltalán nem pöfögtetjük a drága és büdös végterméket eredményező üzemanyagot. A 230 voltos töltéssel normál konnektorról az 5,2 kWh-s akku 2 óra alatt feltölthető a lítium-ionra cserélt akkumulátor. A fő villanymotor 80 lóerős, a benzinmotor 99, a rendszer összteljesítménye tehát 136 lóerő, ami nem kevés, még ha a jármű súlya nem is csekély. A Prius technológiája zseniális. Kevesebb mozgó, kopó alkatrészt tartalmaz, mint egy hagyományos automataváltós benzinmotor. Nincs benne szíj, nincs sebességváltó. A középkonzol aljában található kis joystick karra csak az előre, hátra, illetve a B állásban a motorfékes lejtmenetet kell kapcsolnunk. Csodálatos, csendes és elég tágas jármű ahhoz, hogy a mindennapi közlekedésben és a hétvégi túrákon is kiszolgáljon egy közepes méretű családot. Aztán, hogy ezeket a remek szolgáltatásokat hány magyar család képes megfizetni, az már más kérdés. Jóval 10 millió fölött van ugyanis a jármű lista ára, így még annak ellenére is elgondolkodtató a megvásárlása mellett dönteni, hogy vegyes, városi, elővárosi üzemben és az elektromos töltési lehetőségeket is kihasználva 3,5 liternyi benzin és kb. Még 1 liternyi benzin árának megfelelő értékű villanyáram felhasználásával lehet közlekedni. Ez 20-30%-kal kisebb üzemeltetési költséget jelenthet, mint egy átlagos kis dízelé. A baj csak az, hogy a Prius plug-in vételára 2-3-szorosa azokhoz képest. No persze, aki hisz a környezetkímélés fontosságában, és jó érzéssel tölti el, ha nem füstöl embertársai orra alá, és némi egészséges sznobizmus is motiválja, nyugodtan válassza a megbízhatóságáról híres Toyota legkorszerűbb családi járművét.